Márkizai Péter megfenyegette azokat, akik elmondják, hogy katonákat küldene Ukrajnába. Újabb baloldali politikus követeli, hogy Magyarország szállítson fegyvereket Ukrajnába. Most a jobbikos Demeter Márta által elő ezzel. Közben Márkizai Péter feljelentette a miniszterelnököt, mert Orbán Viktor szembesítette korábbi kijelentéseivel. Boldizsár Kata is vendége elemzéssel folytatja itt a ma reggelben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, és mai első vendégem a Nézőpont Intézet elemzője, Erdély Rezső Krisztián. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! egy újabb fordulóponthoz értünk, egy újabb lépcsőfokhoz értünk a baloldal kommunikációjában, és ezzel együtt már Kizai Péter kommunikációjában, de mindjárt kezdjük Onnan a legelejéről a dolgot, ugye, hogy február óta tartanak Ukrajnában az orosz katonai műveletek, és hát ezzel kapcsolatban ugye hát a magyar kormánynak azóta is kitartóan határozott véleménye és határozott álláspontja van, hogy a biztonságot kell garantálni, és mindenképpen el kell azt kerülni, hogy egy háborús konfliktusba keveredjen az ország. Viszont a baloldal nem feltétlenül ezt kommunikálja, nem ez a, a kommunikációja, ők ezt már hogy gondolják, más lépéseket tennének, már Kizai Péter álláspontja pedig folyamatosan változik ezzel a témával a kapcsolatban. Legutóbb például ugye azt mondta, hogy amit Ferenc is elmondott a Felkovban, hogy feljelenti azokat, akik azzal vádolják, hogy fegyvereket, katonákat küldene Ukrajnába. Ez utóbbi egyébként azért érdekes, mert gyakorlatilag már se szeri sem, se száma azoknak a, a, a helyeknek, ahol pedig nyilvánvalóvá tette, hogy adott esetben miniszterelnökként már Kizai Péter fegyvereket, illetve katonákat is küldene ebbe a háborús konfliktusba, abban az esetben, hogyha a NATO ilyen jellegű intézkedést tenne. Mondta ezt egy olyan időszakban, amikor egyébként magának a, a NATO-nak a főtitkár Stoltenberg jelentette ki, hogy a szövetségnek ez ágában sincs, nemhogy katonailag beavatkozni a Sajnában, de még légtérvédelmi zónát sem létrehozni. Tehát valóban itt két nagyon ellentétes álláspont ütközik. Ugye a, a magyar kormány részéről szerintem azt látni kell, hogy tisztában vannak azzal, hogy Magyarországnak az Európai Unió meg a NATO-n belül is, és itt főleg a NATO -a lényeges, van egy speciális a helyzete. A, ugye a 20. század eseményei miatt a Ukrajnában, Kárpátalján egy jelentős magyar kisebbség él. És a, ezt a jelentős magyar kisebbséget egy felelős kormány nem hagyhatja figyelmen kívül, tehát nem teheti ki a, olyan a veszélynek, ami esetleges fegyverszállítmányt, vagy a, a adott esetben katonai beavatkozást a, a kockáztatna. Hát gondoljunk bele abba, hogyha a Magyarországon keresztül mennének a fegyverek, vagy bármilyen logisztika, és ezt a, ezek a magyar-ukrán határt a berek surájnál átlépik. A, az első terület, ahol ezek a fegyverek megérkeznek, az Kárpátaljának a Beregszászi járása, ami a egy magyarok döntő többségének ad otthont. Uh, itt azért érdemes utalni talán egy mondat erejéig arra az orosz álláspontra, hogy legitim katonai célpontnak fognak tekinteni minden ilyen fegyverszállítmányt. Hát képzeljük el azt, hogyha egy felelőtlen politika miatt a, a, ilyen fegyverek érkeznek Beregszászon keresztül, illetve Kárpátalján keresztül Ukrajnába, és magyar lakta területeket teszünk ki orosz katonai akcióknak, orosz bombázásoknak. Azt is mondta, hogy a magyar katonai gépek, gépeken szállítunk fegyvert a kormány, és Orbán Viktor is részt vesz Ukrajna felfegyverkezésében. Picit bontsuk már ki ezt a, a, témát, hogy, hogy ez most mire ez a megalapozott és határozott tény, é, a, amit állít, vagy pedig, vagy pedig itt nem, nem feltétlenül van tisztában azzal, hogy tulajdonképpen magyar lajstromszámú gépek, repülési idő, pápán tartózkodó NATO gépek, tehát ezt egy kicsit bontsuk ki. Hogy Márkizai Péter ezt határozottan állítja, azt nem vitatom, hogy ez mennyire megalapozott, azt már annál inkább. A, ugye itt azért azt érdemes látni, hogy a a baloldal miniszterelnök jelöltje nem tud különbséget tenni a NATO-nak a, a nehéz légi szállítási képessége között, illetve a magyar honvédségnek a képessége között. A, a NATO-nak a nehéz szállítási képességéről tudni kell, hogy ezt C-17-es repülőgépek adják, és annyira nem tartozik a magyar honvédségnek a kötelékébe, bár Pápán állomás valóban, hogy a parancsnokságát az felvált vagy az Egyesült Államok, Norvégia és még néhány Európai Uniós ország, illetve 12 országból származik ennek a, a, az egységnek a, a kezelő személyzete. hogy az, hogy ez a gép a adott esetben fegyvereket visz Nyugat-Európából, közép európába vagy bárhova, vagy bármilyen szállítmány, az nem a Magyar Honvédségnek, és végképp nem a Magyar kormánynak egy akciója. Ez a NATO-nak, mint szervezetnek egy, egy akciója, de erre nincs ráhatással Magyarország, nincs ráhatással a, a Magyar kormány, nincs ráhatással a Magyar Honvédség. Tehát amikor azt állítja Márkizai Péter, hogy magyar ha egységek működnek közre fegyverek vagy katonák szállításában Ukrajna felé, akkor két lehetőséget látok, vagy téved és pontatlan információk alapján alkot véleményt, vagy pedig szándékosan mond olyan dolgot, ami nem igaz, hogy ne használják csúnyám szót. Ha a másodikat választjuk, akkor mi lehet, mi lehet ennek az oka, hogy ezt a féle kommunikációt használja? Itt hadd utaljak vissza egy pillanat erejéig az egymással szemben álló nézetekre vagy nézőpontokra, és hadd bontsam ketté rögtön a kérdést, mert vannak olyan számunk, számok, látunk olyan számokat, a Nézőponti Intézet kutatásából is ez világosan kiviláglik, hogy már a baloldali szavazóknak is több mint az egyharmada eleve nem bízik abban, hogy ők kormányra kerülhetnek, Márkizai Péter le tudja váltani Orbán Viktort, és azért egyre inkább ilyen, hogy is mondjam, kicsit már komikus akciókkal kell felhívnia magára a figyelmet a, a baloldal miniszterelnök jelöltjének. Ez az egyik része. A, a másik része pedig az, hogy egyértelműen egy olyan álláspontot képvisel, Nem nemcsak Márkizai Péter, de ha megnézzük, akkor gyakorlatilag a teljes ellenzéki oldal, amelyik. Hát, hogy mondjam, kicsit szervilis módon a kiszolgálni azokat az érdekeket, amelyek a, akár a NATO egyéb országai, akár bármilyen a nyugati, érde, nyugati országok felől érkeznek, figyelmen kívül hagyva a nemzeti érdeket, azt a bizonyos speciális érdeket, amire már az elején utaltam, hogy a magyar-ukrán határ másik oldalán is magyarok élnek, és ez egy olyan speciális helyzetbe hozza Magyarországot, ami miatt elemi érdeke, én azt gondolom Magyarországnak, és ezt a kormány helyesen mérte fel, hogy Magyarországon keresztül, a kárpátaiai, magyarok által lakott területre ne érkezzenek be se fegyverek, se semmilyen más olyan támogatás, ami magára vonhat esetleges orosz katonai akciókat, mert az kárpátaiai élő a magyar, de egyébként ukrán embereknek az életét is kockára teheti. Tehát ez, ez, szerintem ez egy felelőtlen magatartás. A kijelentések után most konkrét lépések is történtek, ugye, mert közben már Kizai Péter tegnap feljelentette Orbán Viktort. Felmerül, hogy ez a lépés, ez egy figyelem elterelés lehet? Vagy, amit az ön is az előbb említett, hogy egy jelentős népszerűség visszaesés következett be, ugye a felmérések is ezt mutatják, többek között a baloldali szavazók körében is, és ez egyfajta válságkommunikáció lehet, hogy akkor most fordítanunk kell, vagy ők fordítanak most az állásponton, mert hogy az eddigi kommunikáció nem vált be, akkor most váltani kell? Tehát, hogy ez egy na nagyon nagyon érdekes kérdés. Egyrészt figyelemelterelés nyilvánvalóan, a, hogy a, a népszerűség vesztésről eltereljék a figyelmet, másrészt azért érdemes felidézni talán azt, hogy amikor elkezdődött a konfliktus, elkezdődött a háború, akkor a baloldal álláspontja az, egyértelműen az volt, hogy a NATO tagjaként a nem szabad elzárkózni a katonai segítségtől, fegyverek szállításától, katonák szállításától. Viszont rájöttek arra, hogy ez az álláspont, ez a magyar társadalom többségében nem rezonál. Azon egyszerű oknál fogva nem rezonál, hogy a magyar társadalom többsége békepárti, és nem szeretne belesodródni ilyen jellegű konfliktusokba, és békét szeretne Magyarországon is. Éppen ezért elindult egyfajta kármentés, hogy így fogalmazzak, hogy megpróbálnak teljesen máshogy fogalmazni, megpróbálnak teljesen más nézeteket hangoztatni, mint tették ezt annak előtte. Csak ugye az a probléma, hogy mivel megvannak már itt az ő szempontjukból, az a probléma, hogy láttuk, hallottuk a régi felvételeket. Akár különböző YouTube csatornákon, akár kereskedelmi televíziókban, ahol Márkizai Péter elmondja, meg egyébként már egyre több baloldali politikus is elmondja, hogy jogadott esetben fegyvert vagy lőszert szállítanának Ukrajnába, tehát hiteltelenné teszik saját magukat ezzel az új kommunikációval. Azt úgy tűnik, hogy a baloldalon egy egész ö, ö, nagy egyetértés alakult ki a fegyverszállítással kapcsolatban, mert hogy újabb politikusok követelik ezt, ugye ahogy már mondtuk most éppen Demeter Márta közölte. E, tulajdonképpen mi a célja ezzel a, ebbe, ezzel a háborús politikával a, a baloldalnak, és hát egyáltalán, ha most a baloldal. Nak kellene dönteni, akkor hol tartanánk most ebben a kérdésben? Valóban itt a Gyurcsány Ferenc egykori honvédelmi miniszterétől, Márkizai Péteren keresztül, egészen Demeter mártaig egy teljes egyetértés van abban, hogy szerintük szükséges ilyen katonai szállításoknak a, a, a támogatása, illetve a létrehozása. A, abban az esetben, hogyha a Magyarországon mondjuk jelenleg egy Márkizai Péter vezette kormány lenne, én azt gondolom, hogy Magyarország már aktívan fegyvereket, a katonákat még talán valószínűleg nem, de aktívan fegyvereket szállítana Ukrajnába, és ez kitenné annak a veszélynek a, a Kárpát olyan élőket, amiről már az elején beszéltem, hogy ugye a magyar ukrán határon átmennének ezek a fegyverek, és katonai célponttá válnának orosz részről. Köszönöm szépen a beszélgetést, Erdélyre Krisztián volt a vendégem, nagyon köszönöm. Köszönöm.